minél inkább vágyik az ember az egészségre, a fiatalságra, az életre, annál hamarabb elveszíti azt. Főképp a testi ember, az, aki nem ismerte meg, hogy ki ő valójában, hogy ő a lélek, és nem a test. A testi ember vágyik az egészségre, a fiatalságra, a jólétre, az életre. De azt mondja Isten, hogy aki meg akarja tartani az életét, a fiatalságát, az egészségét, elveszíti azt. Milyen borzalmas törvény. Nem akarunk hallani erről, de mégis igaz. Úgy is, hogyha hallunk arról, és úgy is, hogyha nem hallunk arról, mindenképp igaz. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ezt mondja Isten. Ebben benne van a fiatalság, az egészség. Aki elveszíti az életét, az igazságért, Jézus szaváért, örökre megtarthatja azt. Ezt mondja Isten. Nem kötelező elhinni ezt. Én csak elmondom. Tanúságot teszek arról, hogy ez így van. És látok embereket harcolni és szenvedni a fiatalságért, az egészségért, az életért, miközben elveszítik azt. Feltevődik az a kérdés, hogy maradhatna az ember örökre fiatal, örökre egészséges, örök életű? Isten szerint igen. Hogyha igen, hogyha az ember maradhatna örökre fiatal, egészséges és élő, akkor mi az örök élet elixírje? Mi a titka a fiatalságnak, az egészségnek és az életnek? A tükör. A tükör a titok. Miben nézed magad? Miben gyönyörködsz? Mitől várod a visszaigazolást? A testi ember az olyan, mint te. Olyan, mint én. Olyan, mint a legtöbb ember a világon. A tükörben nézi magát. A tükörben, ami üveg, és a hátán ezüst van, és attól olyan fénylő, és attól tükröz. Az üveg hátán ezüst van. Az ezüst az egyik leghengerelhetőbb fém. Könnyű nyújtani. Picike ezüstből hatalmas fedületet be lehet borítani. Így készítik a tükröket. Ezüsttel kenik le a tükörnek a hátlapját. És az ember ebben a tükörben, ebben a műtükörben, ebben a műszerben csodálja magát. És minél inkább akar tetszeni magának, annál hamarabb elveszíti a szépségét, a fiatalságát, az egészségét és az életét. Minél inkább akar tetszeni az ember magának, annál inkább, annál hamarabb elveszíti az ő fiatalságát, az ő szépségét, az ő egészségét, az ő életét. A tükör, a titok. Isten nem azt a tükört adta, amit te nézel a mosdóban, a fürdőszobában. Azt a tükört a sátán adta. Azt a tükröt az emberek találták ki, ők gyártották. És minél több időt töltenek a tükör előtt, annál hamarabb elvész az ő szépségük, az ő egészségük, az ő fiatalságuk, az ő életük. Ezért van az, hogy az emberek szelfiznek, és minél többet szelfiznek, annál rusnyábbak. Az ember csúf, amikor nem ismeri az igazi tükröt, az ember csúf, és nem is tud róla. Szépnek akar látni magát. A telefonja tükrében csücsörít, grimaszkodik, pohóckodik. El akarja adni magát. Mutogatja magát a világnak. És akiket ő lájkolt, visszalájkolják. Kölcsön lájk visszajár. Így is mondhatnánk. Így a rothadásnak indult emberek, testek,
testi emberek. Belelájkolják egymást a rútságba, a rothadásba. Borzalom, borzalom. A titok, a tükör. Hogyha az ember visszaszerezné az igazi tükröt, amit Isten adott neki ajándékba, fiatal maradhatna, egészséges, szép és élettel teli. De mivel, hogy lecserélte a tükröt, amit kapott Istentől, ezért elveszíti az ő fiatalságát, az ő szépségét, az ő egészségét, az ő életét. Mi a tükör? Miről beszél a bolond? Miről fecsek itt össze-vissza? Mi a tükör, amit Isten adott az embernek? Melyik a te igazi tükröt? Jó kérdés, mi? Hogyha nem az az elcseszett műtükör, ami a fürdőszobában van, és a ruhás szekrényen, és mindenhol, ahol grimaszkodsz, és csücsörítesz, és fested magad, élezed magad, ugye? Hogyha nem az az igazi tükör, akkor mi az igazi tükör? Miről beszél a bolond? Ez a bolond miről beszél? Mi az igazi tükör, amit Isten adott, az életteremtője? Mi az igazi tükör? Az embertársait, aki a legközelebb van hozzád, a feleséget, a férjed, a gyermekeit, a közösség, amiben vagy, az a te igazi tükröt. Hogyha annyira vágynál, hogy az embertársait szépek legyenek, mint amennyire vágysz arra, hogy te szép legyél a hamis tükörben, a hazug tükörben, akkor a mennyben volnál. Ha annyira vágynál arra, hogy a feleséged szép legyen, ragyogjon belülről kifelé, és a gyermeket, a szomszédot, mint amennyire vágysz arra, hogy ez a hazug tükör szép legyen a fürdőszobában, akkor a mennyben volnál. Az igazi tükör, amit kaptunk Istentől, az embertársaink tükre, a feleségünk tükre, a férjünk tükre, a gyermekeink tükre, a barátaink tükre. Hogyha vágynánk arra, hogy ők szépek legyenek, fiatalok és egészségesek, ahelyett, hogy arra vágynánk, hogy mi szépek legyünk, egészségesek, fiatalok, hogyha az embertársaink tükrében szemlélnénk magunkat, és vágynánk arra, hogy a tükrünk szép legyen, akkor alakítanánk magunkon, a szívünkön, a szívünkön. Nem akarnánk bántani a tükrünket a feleségünkben, a férjünkben, a gyermekeinkben, az embertársainkban. Ragaszkodnánk ahhoz, hogy a mi tükrünk szép legyen, fiatal és egészséges. Vigyáznánk a szívünkre, a lelkünkre, és a tükrünk szép lenne, fiatal és egészséges. Jókedvű, vidám. Te melyik tükröt választod ebben a felvételben, ebben a gondolatcsomagban? Te most hallottál két tükörről, a hazug tükörről, a kínai tükörről, ami ott van a fürdőszobában, és a ruhásszekrénynek az ajtaján, meg különböző helyeken, ahol bohóckodsz, és grimaszkodsz, és szelfizel. Ez a hazug tükör, a pokolba visz. A másik tükör az élő tükör, az embertársaid tükre. Ha szeretnéd őket, Isten igazából, azáltal te is szép lennél. Te is szép lennél, fiatal, egészséges. De mivel, hogy nem az igazi tükröt szereted, hanem a hazug tükröt, elpusztulsz. A pokol felé tartasz. Tudjál róla. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.